Üdvözlök mindenkit, Necrokrim vagyok, Necro nével, ő a Hello! Kamron, igen. Végre megjöttek a gépalkatrészek, srácok, már nagyon-nagyon régóta vártam erre, és végre most össze tudom rakni az álom gépet. És hát ja, szeretném, hogy ti is látnátok, milyen alkatrészeket válogattam össze, egyelőre, és csak Necroni nem tudhat róla. Nem tudom. Nem tudom, igen. És hát ja, egy ilyen kis összefoglaló. Néhány, milyen alkatrészek, egy kis történet róluk, ki mire készül, hogyha esetleg gépet tervez vásárolni mostanában. Nagyjából. Szóval úgy döntöttem, hogy i7-tel megyek. i7-7700K. Mert miért ne? Tehát tulajdonképpen aki ugye követte a csatornámat, azt tudja, hogy egy gamer laptopra voltam korlátozva, amiben egy negyedik generációs i7-es volt, és akkor úgy voltam már, hogy akkor már megvém a legújabbat, leszámítva az i9-est, ami hamarosan ki fog jönni. Sokan kérdeztétek, hogy miért nem AMD mellett döntöttem, hogy most, hogy így kint van a Ryzen, két szimpla oka volt, és az egyik a legfőbb az, hogy az AMD-re még rengeteg frissítés kell kijöjjön a Ryzen miatt, tehát nem teljesen stabil a rendszer, vannak még ott gondok. És a másik az, hogy amint kijött a Ryzen, itt Angliában konkrétan nagyon leestek az árak az Intel-es cuccok felé, úgyhogy egyértelmű volt a döntés. Szóval egy i7, akkor jöjjön az egyik nagyon fontos, GTX 1080, ennek egy érdekes története van, 1070-est akartam venni, csak egyszerűen az Ethereum bányászat miatt kifagytak a piacról, és hát akkor már lejön egy 1080-es konkrétan ez volt. Tehát akartam volna venni egy másik 1070-es, mert egy hónapig vártam rá, aztán küldtek egy e-mailre, nem tudják sajnos küldeni, így aztán rendeltem volna egy másik, és kiderült, hogy egyszerűen, tehát például az Amazon rakterány nem volt 1070-es, 1060-os, úgyhogy rámentem egy 1080-asra, egy kicsit drágább volt, de szerintem jó vásár volt. Szóval egy 1080-as, nagyjából így néz ki, jött kibontás. Ti láthatjátok először ezt, még én sem láttam kibontva. Reméljük, hogy nem ejtem el. Gigabyte G-Gamingről van szó, konkrétan így néz ki. Nagyon csini, nagyon szép, nagyon eredeti. Nem ér rossz darab, meglátjuk, hogy fog szuperálni, de azt hiszem mostanra már mindenki tudja, hogy szuperál egy GTX 1080-as. És nagyon nagy reményeket fűzök hozzá. A következő, akkor beszélgetve egy kicsit az alaplapról, egy Z270p címét. Konkrétan azt hiszem az MSI-nél ez a negyedik legjobb alaplapjuk, ami jelenleg van. Nem ér rossz darab, hogy reméljük működni fog. Corsair Vengeance, igazából, ja, LED Corsair Vengeance, mert bitch please, de azért LED-es, mert ez volt az olcsóbbik a sok közül, a memóriák is sajnos nagyon megugrottak árban, fölöslegesen megugrottak árban. Egy OCZ SSD-t vettem tulajdonképpen, az kategóriában ez volt a legolcsóbb, és ez egyik legjobb. Vettem még néhány extra világító fan. Kicsim, hogy van magyarul a fenn? Ventilátor. Oké. <Okay. gül> És egy Western Digital-es 1 TB-os sima hard drive-ot. Tápnak egy EVGA szemimodulár, tehát ilyen félmoduláris tápot vettem konkrétan. Ami extra benne annyi, hogy 80 plusz ratinges, szóval egy minőségi alkatrészekből készült tápról van szó. Ha valami fontos, azt hiszem a tápnál az, hogy az tényleg jó legyen, és minőségi 650 watt, nagyon remélem elég lesz, nincs kedvem rendelni egy újat. Cooler Master, vízhűtés, úgyhogy, ja, reméltek teszi a dolgát. A háznak pedig egy termátéket, ezt most csak a ti kedvetekért. A termátéket vettem, amiért nagyon szimpi, azon kívül, hogy mindent átlátsz benne, az van ott neki egy ilyen vertikális videokártyát. Tehát konkrétan beletenni állítva a videokártyát, ami szerintem nem egy rossz dolog a hűtésből, és jó is néz ki. És ehhez vettem egy hidat is, hogy meg legyen oldva ez a probléma. Kicsit félek a hídtól, lehet nem fog működni, ezek sosem működnek, vagy csak 2 napig működnek, de majd elválik, hogy reméljük, hogy minden rendben lesz vele. A házat is meg tudom mutatni egy kicsit belülről talán. Most szépen újra összenyomatozom, de csak a ti kedvetekért.
rohadtul egyszerű kinyitni, az nagyon szimpi benne. Nagyon széles, kettő darab ventilátorral jön mindegyik, mind a kettő világít, és mindemellé pillanat, igen. Mindemellé még gyakorlatilag minden elő van benne készítve, be lehet tenni a merev lemezeket, a hátuljára is lehet tenni SSD-t, szóval nagyon jó kábelmenedzsment szempontjából, széles és van benne hely, ezt a teljes fiókot ki tudom szerelni belőle, hogyha szükséges, és hát egyszerűen igazából, tehát a nagy hely mennyiség miatt, a szépsége miatt egy ilyen letisztult elegáns stílusa van, úgyhogy, ja, és az, hogy láthatod, hogy mi van benne, az nagyon dob alatba, azt hiszem, a szem orgián legalábbis. Nos! Hatalmas, akkor... óriási ez a géphalt. Igen, igen, tehát ja, elég nagy, nem is volt olcsó, tehát magyar forintba is elkérik az árát, az igazság, de az előző PC-nél ugye egy zalmaházat használtam, ami jó volt, nagy volt minden, de valahogy egy kicsit nehézkesen fértem el benne, és hát emiatt úgy döntöttem, valami nagyobbat veszek, de akadunk egy kicsit a szépségre is, persze ízlések is pakolok, de ja, én így döntöttem. Nos, srácok, akkor varázsoljuk bele ezt a sok-sok-sok alkatrészt ebbe a gépbe is. Srácok, ehhez a ponthoz is elérkeztünk, végre világít benne minden, aminek világítania kell. Legalábbis a Windows telepítés alatt reméljük, hogy minden rendben lesz. Hogyha már eddig eljutottunk, valószínűleg rendben lesz. Ja, világít. Nagyon szépen világít, tehát így lehet fogalmazni. És hát see you on the battlefield, valószínűleg ez lesz a vége. Szóval nagyjából így fog kinézni. Ami még későbbiekben bele fog kerülni, ez egy NVMe memória. Mert hogy az alaplapon annak is van hely, és akkor később arról fog futni a Windows. És az SSD az meg teljesen gamingre lesz alkalmazva, és idővel meg így kerülgetnek bele apróbb dolgok. Na, de értitek, egyelőre rendben van a dolog. Úgy néz ki, a vízhűtésnek egy érdekes módját alkalmaztam. Konkrétan belül van maga a borda, és kívül van 240-es ventilátor, tehát nem is az eredeti ventilátorai vannak. Majd a BIOS-ban be kell állítsam a ventilátorok működését, hogy megfelelő legyen a hűtés, de egyelőre nem igazán láttam vele problémákat, majd még a teszten meglátjuk, hogy alakul. És mivel is kezdenünk az FPS-esztet, hogyha nem Warframe-mel, bár azért nem meglepetés, hogy mit csinál egy GTX 1080-as a Warframe-mel, hát valószínűleg röhögve kijátsza. A monitorra viszont keveset beszéltem, mint láthatjátok, 2500x1080, tehát egy 21.9-es méretarányú monitort vettem. Én teljesen beleszerelmesedtem a széles képernyőben, nagyon jól néz ki rajta minden játék, és meg esetleg a jövőben, akinek a széles képernyős tévéje vagy monitorja van otthon, az én videóimat széles képernyőben fogja látni, majdnem biztos, hogy ez így lesz. Nos, amit itt érdemes észrevenni, tehát annyira mindenben van kapcsolva a Warframe-nél, hogy én nem tudtam, hogy egyre szép játék, tehát ha megfigyeljétek a tükrözéseket, meg mindent, tehát a laptopon elfutott így is, csak nagyon kevés FPS-elhoz képest, és most azért gond nélkül meg tudok jeleníteni mindenféle kis effektet, vagy bármit, ami például az Nvidia Physics-hez hozzájárul, és a Warframe-ben benne van. Itt ugye a Föld az egyik legszebb bolygó, el lehet mondani most már, hogy felújították, és nagyon-nagyon-nagyon jól néz ki. És hogyha ugye belegondolok a Plains of Eldolonra, ami hamarosan be fog jönni ugye Warframe-be, és sokan aggódtok a FPS csökkenés miatt. Hát hogyha a Földön nincs masszív FPS csökkenésetek, talán ott se lesz olyan masszív FPS csökkenésetek, végül is nagyon optimalizált ez a motor ebből a szempontból, úgyhogy ja, így néz ki a Warframe, az biztos, hogy amint megláttam, hogy mennyire jól néz ki, igazából el is felejtettem az előző PC óta, hogy mennyire jól tud kinézni a Warframe, és most azóta csak jobban néz ki, úgyhogy komolyan mondom, még egy ilyen boost kedvet kaptam arra, hogy anyád, ez a játék, ez tök jó. Nos, a következő játék az a Battlefield 1, hát miért ne? Tehát ha valami kihajtja a videókártyát manapság, azról el lehet mondani, hogy ez a Battlefield 1. Itt nem csak az volt a kérdés, hogy
kihagyja-e, hanem az, hogy meg tudja tartani az FPS továbbá az, hogy a hőingadozás, mivel hogy egy egyedi módját választottam annak, hogy megoldjam a vízhűtést, mondhatni, hát egyedi, hát annyira nem egyedi, csak nem az eredeti ventilátorokat alkalmaztam a vízhűtésnél, kívülre tettem a ventilátorokat, nem össze a hűtőbordával, így aztán kérdéses volt, hogy a processzor mennyire fogja szeretni a megterhelést, és úgy néz ki túlélte, tehát 55 foknál feljebb nem ment a processzor, még több tehát több órányi betöfédezés után sem, tehát egyszer láttam ilyen 60 fok közelébe, de az, tehát nagyon-nagyon ritkán éri el azt, és egyszerűen fantasztikus, hogy futtatja. Ugye a vertical sync-et beállítottam, full ultrában a Battlefield és 125%-os resolution scale-lel, de minden ultra, semmivel nem foglalkoztam, mindent benyomtam ultrára, amint csak egyszer a legmaximum beállítások, amik csak léteznek, és még a felbontást a resolution kész 125%-ra húztam, és meg se moccan 60-ról az FPS mutató, hogyha kikapcsolom a vertical sync, akkor ilyen pályától függően olyan 80 és 130 FPS között fut, egyszerűen elképesztő, mennyire erős ez a videokártya. Úgyhogy akkor fogtam magamat, és gyorsan át is ruccantam a Divisionbe. Na, az a másik olyan játék, amire azt mondom, hogy FPS, illetve videokártya, és talán még processzor megterhelő is tud lenni. A laptopomon is elfutott, de nagyon le kellett fegyek mindenféle felbontást ahhoz, hogy elérjem a 60 FPS-t, és itt megint csak konkrétan azt csináltam, hogy semmivel nem töröttem, felhúztam, amilyen maximumra lehetett a játékot, a maximumnak a maximumára, és egyszerűen fantasztikus, ahogy bírja. Itt ugye a különböző ilyen részletességet próbáltuk letesztelni. Még mindig nem ugye olyan a játék, mint amit egyszer valamikor megígértek, még a régi E3-om, tehát a Snowdrop Engine tud szebb is lenni, és valószínűleg idővel, technika fejlődésével ki is fogják aknázni ezt a szépségét, de egyelőre nagyon-nagyon élvezett, az annyi biztos, hogy egy jó hosszú idő óta, hogy amíg körbeutaztam Európát, egy jó hosszú idő óta nagyon-nagyon jól esik ennyire szép grafikát látni a játékokban, mivel én szeretem, hogyha egy játék szép és jól néz ki, és igényesen van megcsinálva grafikai szinten, és az nálam, míg hogyha a történetszál is rossz, nálam nagyon sokat dob a játék élményem, hogyha jó grafika tud lenni, és például a Division is egy kicsit olyan, hogy így nem nagyon haladnak a történettel sehova, viszont a játék mélysége, főleg mert még viszonylag új játékos vagyok a Divisionben, a játék mélysége, illetve a grafikai élvezhetősége, a harcok, stb., főleg ilyen legendary módban nagyon élvezetessé tudják tenni a játékot. Nos, a következő játék, amin kipróbáltam a dolgot, Titanfall, hát most erről mit mondja, ez is egy olyan játék, ami röhelyesen elfut igazából egy GTX 1080-on, viszont nemrégiben vettem meg, aki Titanfall-ozik, van NecroArmy Titanfall-ba is, de NecroArmy, TNA, rá lehet keresni, és nagyon élvezem, az igazság az, hogy a Titanfall egy elképesztő, tehát a másik részről beszélünk, elképesztően jó játék, nagyon élvezetes, pörgős, a titánok változatossága most már, a fegyverek, skinek, stb., amit csináltak rá, nagyon jól néz ki, stílusos, élvezetes a játékmenet, élvezetes a multiplayer, a single player egyszerűen fantasztikus lett, de nem is értem, miért kellett ennyire rossz időbe ezt a játékot kibocsátani. Tehát tényleg a Call of Duty előtt is, a Battlefield után kellett ezt a játékot kibocsátani. Talán arra gondolva, hogy majd ez a játék elviszi a COD fanbase, tehát az azért kár volt egy ekkora, tehát tényleg egy maga szintje, ez egy mestermű ez a játék, és nagyon-nagyon élvezetes tud lenni, úgyhogy amikor találok egy kis időt magamnak, akkor mindig bekapcsolom, és lejátszok egy-két menetet, mert tényleg nagyon élvezetes játék tud lenni, és én nagyon-nagyon-nagyon sajnálom, hogy arra sorsra jutott, hogy így mindenki megfeledkezett lóla. Ennek ellenére egy nagyon is
aktív játékos bázisa van, csak valahogy így lekorlátozódott egy ilyen core, egy ilyen kisebb játékos bázis, akik mondhatni így, hogy Titanfall rajongók, és ők játszák. Én nekem olyan megvan az első rész is, azt is nagyon-nagyon élveztem, csak egy adott ponton nagyon nehéz volt találni játékot, és pedig a Titanfall 2-re most már minden DLC ingyenes, csak egy-két ilyen Prime Titánt, ami igazából kinézetre változnak, azok kerülnek így pénzbe. Ilyen mikrotranszakciók vannak benne, de semmi olyan, ami játékváltoztató lenne. Minden pálya ingyenes. Persze van egy jó pár pálya, amit az előző játékból vettek át, de nagyon egészséges lépést tettek, azt kell mondjam ezzel kapcsolatban, hogy mi a DLC-ket ingyen lehet elérni, és csak mikrotranszakciók vannak, és olyanok, amik nem játékbefolyásolók. Úgyhogy én ajánlom szeretetem mindenkinek a Titanfall 2-t, tehát hogyha így le van olcsózva, és van egy kis felséges pénzed, nem tud mit csináljál, akkor Titanfall 2 az egy járható út, mert nagyon-nagyon jó játék. Persze ezt mondom inkább azoknak, akik járatosabbak FPS shooterekben, mivel azért a Titanfall 2-nek, illetve 1-nek is megvan a maga sajátos pörgő stílusa, és talán ezért is van az, hogy csak egy bizonyos így ilyen rajongói bázis van a játéknak, mert hogy azoknál vettem észre, hogy jobban szeretik, akik már ilyen FPS shooterekben kicsit tapasztaltabbak, nem elveszettek, és így helyből megtalálják magukat, mert ha nem, a játék nagyon sűrű tud lenni, nagyon komplex és gyors, nagyon a multiplayer, így aztán egy kezdőbb játékos, az egy kicsit elveszhet benne, tehát mondhatni úgy, hogy ha így fel akarod kapni a Titanfall játéknak, akkor játsz először egy gyengébb koddal, mint a Cod 4 például, és utána suppanj át Titanfallba, és akkor nem ér akkora meglepetés, hogy micsoda pörgés van abban a játékban. Nos, srácok, ennyi lett volna, kis FPS bemutató is. Remélem tetszett a videó, nyugodtan lehet leírni, ki milyen gépet állított volna össze magának az idők alatt, úgyhogy kinek mi az álomgépe, tényleg ezt írjátok le, kinek mi az álomgépe. Addig is én köszönöm a figyelmet, a következő videóig, sziasztok!